Említette a prezentációjában, hogy a médiaszabadságnak az egyik legfontosabb, vagy az egyik nagyon súlyosan fenyegető attitűdje, hogy akár a hatalom, akár a magánszemélyek, magánérdekeltségek befolyásolhatják a médiaszabadságot. Ezzel tökéletesen egyetértek, és szeretném kifejteni azt, hogy Magyarországon a hírfogyasztás nagy része egy magánérdekeltséghez tartozó platformhoz, konkrétan a Facebookhoz tartozik. A Meta felületeiről fogyasztja a magyar állampolgárok javarésze a híreket. Azonban a Metának olyan policie van, amely átláthatatlan, és a magánpoliszi alapján gyakorlatilag korlátozza a szabad véleménynyilvánítást, a szabad hírfogyasztást. Ráadásul a nemzeti jog felett állónak gondolják magukat, bizonyos esetekben jogerős bírósági döntéseknek nem tesznek eleget. Nemrégiben, egyébként ez nem csak magyarországi probléma, nemrégiben Franciaországban is sorozatosan törölték az Instagramról jobboldali gondolkodással bíró embereknek a személyes oldalait. Ezt szeretném kérdezni, hogy mit tud tenni a bizottság annak érdekében, hogy az európai állampolgárok véleménynyilvánítási szabadságát megvédje, és biztosítsa a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz való jogot ezekkel a magánérdekeltségű platformokkal szemben. Köszönöm szépen!